Hey, hello! Te mit csináltál? Te hozzád nyújt? Bántott? Soha többet ne nyúljál hozzá. Én nem. Csöndben maradsz. Csak... Megint pofázol, pedig nem kérdeztelek inkább. Azzal foglalkozzál, bazd meg, hogy nem nyúlkálsz. Nem nyúlkálsz. Te szarok, bazd meg! Egy dolgot kértem tőled. Olyan nehéz befogni a szádat. Na. Látod, tudsz te csöndben maradni is, hogyha nem pofázol. Jól vagy? Kérem, ne bántson. Miért bántanálok? Mindent odaadok. De mi mindent? Jörgöm, ne bántson. Nem foglak bántani, ugye? Ahó, nem foglak bántani. Nézz ide, nézz rám. Nézz ide. Jól vagy? Nagyon zúg a fülem. A robbanástól. Majd elmúlik. Ez már pontosan hallod, mint mondok neki, csak néha szarik bele, igaz? Éhes, nem vagy? Valamiért. Az ilyen lányok szokták a magunk fajtához vágni, hogy még akkor se, ha te lennél az utolsó férfi a földön. Na, majd most meglátjuk. Milyen békésen alszik. Ez az. Jó ütvetet. A kurva! Na? Meg is öllettek volna. Semmi. Szándékosan. A Sinkovics. Fogalmat sincs, mi? Himself, then he has not. And you say he truly feel, and not a word to our will. Let the record show, I do the blows, and did it Erről van szó, Norbi, ugye? Kenyed oda neki, kéged föl! Ne lépj rá a lábára, szabály jó vagy! Úristen! Waterman! Én csontra voltam! Megharom, padlek! Waterman! Waterman! Ez az Kinga! Ez a mozdulattal! Csináltam, Norbi! Csináltam! Mit csinál? De csak! Mit csak? Kussolját, de szólját! Nem találod a szavakat, segítsek? Incsiklandó, ellenállhatatlan, fenséges. Finom. Finom, bassz meg! Jó, hogy nem már ehető! Azt hittem a miénk! És most se tud semmi? Addig, amíg éppen nem vettem egy full idegen családot, nem! És megálltál a túró, Rudival? Kivettem a hűtőből, megfordultam, mondom, ezek meg kik! És vissza se tettem a hűtőből! Nem! Szóval még meg is loptad őket? Úgy is felelődsz, mi? Hát ez kemény! Imádom a túró, Rudi! Jóban, hát nem tudtam! De hogy tudtál bemenni egy másik házba? Nem hittem a miénk! És most se tud semmi? Addig, amíg éppen nem vettem egy full idegen családot, nem! Mondjuk az elején volt az a kis női hiszti. Na. De élünk, és ez a legfontosabb, úgyhogy nincs más hátra, mint előre! Alkoholista? Mindegyik az. Nobel-díjas? Nem hiszem el. Öngyilkos lettem? Igen. A legjobb művem az öreg halász. Miért mondtad el neki? Én nem mondtam el. Honnan tudta volna? Tanultuk. Jó, akkor mondjál róla még valamit. Nem kell, ennyiből is ki tudom találni. El is mondtam volna, nem tudja, hogy mit kell kérdezni.
Mit akartok? Mi van odakint? Már mondtam, hogy nem tudom. Miért hazudtál a feleségedről? Mert azt akartam, hogy azt higgyétek, hogy én is kint voltam valakit. De nem. Nekem nincs senki. Hallod? Vigyelj csak! Norbi! Norbi, gyere gyorsan! Hozz valamit, amivel megtetezzük, siess! Gyorsan! Hozzad már! Én tudom, hogy most ideges vagy, de én csak jót akartam. Én azt akartam, hogy velem legyetek. Én azt akartam, hogy ne legyetek egyedül, és jó is volt. Az volt. Tudom, hogy most azt hiszed, hogy hazudtam neked, de gondolj bele, hogy milyen életed volt. Mindenki. Egy őszinte emberi kapcsolatod nem volt. Fél évet töltöttünk a földalatt. De őszintén tudtunk lenni egymással és magukkal. Ez nem lett, hogy fél évet. De igen, de hazugság volt az egész. Nem volt hazugság, minden miről igaz beszélsz? Volt. Nem kell, hogy változzon. Nem kell elmondani senkinek. Marad csöndbe, marad már csöndbe, ne bírom tovább hallgatni. Láttam, uram! Ja nem az atomkatasztrófára gondolok, amit olyan szépen és érzékletesen felvázoltál nekünk, hanem a kémiaszertár melletti gázrobbanásra. És hogy a kedvemért képes voltál meggyúzni egy szerencsétlen kutyát, akkor súzás volt. Köszönöm. Nem dicséretből mondtam, hogy beteg állat vagy. Vagyis voltál. Mik ezek a nagy szemek? Mit csinált a lány? Na, mit csinálhatott? Elmondom, jó? Halott vagy. Meg te is. Mi van? Bizony. Tegnap lezárták a nyomozást. Hivatalossá vált a szakértői vélemény, miszerint mind a ketten a Dunába fulladtatok.